Rendkívüli dolgokat hoz létre egy férfi egy kis észak-magyarországi faluban, Színpetriben. Varga Béla megépített egy vízzel hajtott papírmalmot. Megalkotta a világ legnagyobb könyvét, és elkészítette az 565 éves Gutenberg Biblia másolatát. Varga Béla múzeumában méltó emléket állított Johannes Gutenbergnek, az európai könyvnyomtatás feltalálójának. A világon egyedülállóan rekonstruált egy malmot, amelyet a 15. században használtak. Kalapácsok zúzzák rostokká a vízben áztatott alapanyagot, amely lehet len, kender vagy puha fa. Rostálás és szárítás után készül el a papír. A csaknem 100 000 darabból álló betűkészlete is igazi ritkaság. A Biblia elkészítéséhez a Gót ABC 269 féle karakterét használta. A kiszedett oldalt, ami 2200 betűből áll jelen esetben, ezzel a labdacsnak nevezett festékezővel befestékezik, egyenletesen természetesen, a papírt berakják ide a szálnak a tetejébe, lehajtják, még most nem ér hozzá a betűkhöz az ott lévő papír, betoljuk teljesen ütközésig a szánt, és egy mozdulattal lehúzzuk az asztalt. Teljesen rövid meg lehet húzni, úgy van kiképezve ez a hosszúság, hogy a betűket nem károsítja, tehát nem lapulnak el az oldalon betűk, és már is a nyomat készen van. 16 oldalhoz maga szedte a betűket, a többit géppel nyomtatták, a Mainzi Gutenberg Múzeum kópiái alapján. A könyvkötőgépet is ő készítette. A Biblia 1282 oldalas, több mint 10,5 kilót nyom. Ilyen reprodukció a Gutenberg Bibliáról nem készült még, hogy kézzel merített papír, vízjellel van ellátva, kódex kötéssel készült. Varga Béla udvarházában kiállítás is látható, olyan ritkaságokkal, mint például a Kölni Dóm tervrajza, amelyből a világon csak kettő maradt fenn könyvalakban, és Luther Márton Bibliájának egyik 16. századi példánya.